Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Jöjjön Modern Warfare Multiplayer beta. Nagyon-nagyon vártam ezt a játékot, nagyon várom ezt a játékot, a bétára már nagyon kíváncsi voltam. Sorsdöntő lehet ez a Call of Duty, sok új van benne, sok első van benne, sok, hát relatíve, de a kódokhoz képest sok első van benne. Mint például az egyik a crossplay, amit ebben a bétában ki lehet próbálni. A Call of Duty 64 főre tör, és ez egy nyílt támadás a Battlefield ellen, és érezhetően el akarja magának szedni azokat a hardcore játékosokat, akik régóta abba hagyták a Call of Duty-t, régóta abba hagyták a Battlefield-et, és váratok vissza. És az eddigi bétákból, amik voltak PS4-re és a többi, úgy néz ki, hogy ez sikerül is, mert az a hír járja, hogy ez a béta nagyon hardcore játékosok vannak benne. Úgyhogy ez az első játékom, amit láthattok. Egy afféle próba, hogy hogy érzem magam live-ban, semmi nagyon extra, nem megszerkesztett videó. És általában kezdjük egy olyannal, hogy meglátjuk című kategória, hogy render resolution, hát az azért, hölgyeim és uraim, azt nem engedhetjük, az legalább 100%-nak kell lennie. High normal, egyelőre így hagyjuk. Film grain, ambient occlusion az disabled, catch sun shadows, disabled egyelőre, catch spot shadows disabled. Szóval ezek anti-aliasing filmic strengths, na a film grain azt kivesszük úgy, ahogy van, azokra nincs szükségünk. Egyfene maradjon, nem tudom. Aztán szép tiszta képet szeretnénk elsősorban. Sync every frame disabled, jó. Advanced, ja, jó, oké. Frame limit 250, oké, jó. Hát meglátjuk, srácok, meglátjuk. Apply settings, és lássuk, mit hoz. Welcome to crossplay beta, hello. Azon gondolkodok, van egy kontrollerem. Ha bekapcsolom a kontrollert, akkor azt érzékeli, hogy kontrolleresek ellen kell játszok, de hogyha betölt a pálya, akkor átváltok egérre, akkor hoppá. Akkor vajon hogy lesz ez a dolog? Gun video, beta, loud and clear, mi ez? Loud and clear, kill. Gunfight. Content. Oké, van olyan, hogy játék esetleg. Quick play. Cyber attack, az az egyik új játékmód. Filter. Mi ez a filter? Team deathmatch. Menjünk a quick play-re. Elsősorban egy kis bemelegítés legyen, akármilyen játék. Szokjuk a lövés, nézzük meg, mi történik, hogy történik. További videókban el fogunk menni a fegyvereken, perkeken, mi új, mi nem új. És hát ja, kill streak, oké, edit loadouts, még nem tudom editálni. Egy pár szintet meg kell lépni, van tökre az első játék, úristen. Régóta várok egy jó Call of Duty-ra, és ez nagyon-nagyon annak látszik, és komolyan mondom, izgulok, tehát így mi a fasz? Kíváncsi, hogy hány FPS-sel fut, ilyen apró dolgok lesznek egyelőre. Hány FPS, jó a grafika, beállítás, stb. Oké, We have lost the lead. A FAMAS az... Allied cruise missile launched. Egyelőre, egy olyan megy. Az emberek itt már rakétákat hívogatnak, jó? Kocs. 90-100 FPS házon belül. Az egér mozgás jónak tűnik, így elsőre. És hogy van egy radar. Viszont a zoom az megértartós, nem vagy végül is. Azt a kurva, azt se tudtam, hol vagyok. A zoom az nagyon lassú.
Például. Tehát amíg... Ott a hullám. Allied UAV overhead. Legalább arra jöttem be, hogy van egy radar. Szóval az már egy jó pont. Allied cruise missile launched. Bokker. Hú, ezt... ezt szokni kell. Mondtok valamit a vizibilitásról, de szerintem a hűlésen nem tudom. Hogy csinálom ezt? Dupla shift? Dupla shift? Dupla shift el lehet gyorsan. Oh. Wow. Wow. A játék, azt kell mondjam, hogy egyelőre elképesztően néz ki. Annyi biztos. Enemy UAV overhead. Nagyon jó érzés lőni a fegyverekkel. Istenem, olyan érzésed van, hogy súlya van a fegyvernek. Mindig elfelejtem, nézem a minimapot, de most már ugye nem nagyon a minimapon vannak a dolgok, és... hanem az iránytűn. És... És ez nagyon-nagyon befolyásolja, hogy... Próbálom körbejárni a pályát, kicsit jobban megismerni. Hát, hogyha... valami jót megtanulunk róla. Többnyire elszoktam, hogyha nagyon kezdek egy játékot. Wow, 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 hát ez hogy került oda? Előbb is megmenthettek volna. Nagyon... nagyon, nagyon durva. Jól fut GTX 1080-on. Wow, 100 FPS megvan. Eltűnt itt a társam. De miért tűnt el a társam? Megnézzük a társamat? Ott. Azt a kurva. Nagyon, nagyon beteg. Nagyon hozzá kell szokni, de... de ez... ez eddig, hogy őszinte legyek, ez eddig nagyon ott van a szerep. Most néztem oda! Ez hihetetlen. Most néztem oda. Na, akkor a spawnnal úgy érzem lesz, nem még gondok. Anyád! Na, ezt killcamba visszanéző. Aha. Hát igen. Az én szemszögemből nem teljesen olyan... olyannak tűnt, mint amilyennek. Amilyennek kellett volna, és hogy elnézem a spawnra nyomulás, az nem mindig ad helyet, hogy... na ja, akkor ez még mindig probléma a Call of Duty-ban. A spawn kill az... természetesen valaki fel kellett hívjon, miközben az első játékomat játszottam, úgyhogy egy ilyen rövid szünet után újra jelentkezem. Hello! Sziasztok! És amint láthatjátok, itt lehet látni, hogy ki ellen, mi ellen dob be a játék, és az előző játékomat, amit játszottam, miközben beszéltem a telefonom, az csak konzolosok ellen játszottam. Első helyen sikerült kijönnöm, viszont nem mondhatnám azt, hogy könnyebb volt. Ebből szemben nem éreztem azt nagyon, hogy konzolosokkal játszom, hogy őszinte legyek. És hogyha elég taktikusnak tűnik az ember, akkor nem én, tehát akkor a konzolosok nagyon is fel tudják, hogy néztem menni a harc a PC-vel. A célzásra kerül a sor, úgy éreztem, hogy helyenként, időnként olyan volt, mint hogyha egy kicsit így botok ellen játszottuk volna, hogy őszinte legyek. És... Famas az amúgy nagyon-nagyon-nagyon... nagyon-nagyon... üt. We're taking the HQ. Mi van az emberekkel, hogy jönnek ők a botokot? Mi a... nagyon kemény, de kárul előttek.
Az előző játékban sikerült ugye elmenni egyelőre csak Cruise Missile-ig. Mert figyeltem arra is, amit a ember mondott nekem a telefonba. De úristen, hát nagyon úgy érzem, tényleg kifizetődő, egy kicsit visszafogottan játszani. Egy kicsit taktikusabban játszani. Igen, tudom, hogy headquarters-t kell játszani, csak most hogy? Ah, ő követett. Tehát ő jött utána. Tehát őt akartam. A spawn az a baj van. A spawnnal baj van. Ha az ember megtalálja a spawn helyeket, akkor az probléma lesz. Hogy őszinte legyen. New HQ established. Fuck me. Nagyon gyorsan halunk. Nagyon gyorsan halunk. What the fuck. De nagyon, nagyon élvezem. Nagyon ott van a szerem. Famaszt azt mindenki nyomja, hogy hallom, mert nagyon erős. Egy burst vagy két burst, távolság függő természetesen. Az a hákul. HQ screen, get a move on. Enemy on the HQ, move in. Nagyon ott van. Azt hittem az enemy. Bunny hop! Hoppá! Benne van! Bunny! Azt a kurva mit vagyok ott. Nagyon jó! Nagyon jó! Azt a büdös! Ahhoz képest ez a harmadik játék, amely egy játékot teljesen végig játszottam ugye a... na most annyit elárulok nektek, hogy... Hogy ezelőtt két évvel a bal fülemre elvesztettem a hallásomat 90%-ban. Most, hogy jobban halljátok a hangomat, a játék hangja még le van véve ezen kívül, és... A játék hangja le van véve még ezen kívül, de még így is azonnal meg tudtam fordulni a hangra, szóval a hangos ebből a szempontból teljesen... Teljesen rendben vannak, és nagyon-nagyon... Mondjuk igaz, a fülesem nagyon jó, de a 7.1-nek már nagyon használt nem veszem, mert... Nem mindig tudom beazonosítani, hogy melyik irányból jön a hang, de hogyha már be tudom azonosítani azt, hogy mögülem jön a hang, akkor már csak a jobb vagy bal oldalt kell megtalálnom, hogy onnan jöjjön a hang. Mi a fasz, hát mindenhol fel lehet mászni? Fuck me. Kis kem, sose várt, ugye? Wow. Mi történik? Oh, nem hiszem el, bazd meg, három azt is besegítek a srácnak, hogy... Aha, de ezek onnan fognak. Én meg nagyon béna vagyok. Gyere. Assist. Eszem faszom megáll. A camp az real, szóval... Az... Végre lejjünk valakit, mert van egy radarunk. Hoppá, mi ez itt? Ezt megúsztam. Ott láttátok? Faszki! Ezt hiszük előleg a srác! Hát, ő nem hallott engem. Ahogy nézem. Nem tudom, hogy behívjam ezt a cruise missile-t. Azt a kurva! What the fuck? Na jó, akkor lássuk. A szerencsénk van. Az irányítás fura, meghaltak az... Basz! Allied cruise missile launched! Most vagyok a cruise-szel, legalább az lett. Van ez a...
van bennem ez a konstans, menni kell előre, hogy hívják, mánia, tudod, hogy náljál meg egy helyben menni kell, mert nincs türelmem, hogy eljussak addig a kurva killstreakig, érted? Ja, ez van az elég. És ez is ez a probléma, de most mindegy, most már, hogy elszállt a készük, megyünk, leszedjük azt a halkút. Mi volt az? We're disabling the HQ. Jó, szétszedjük a halkút, hogyha a halkú ott van, akkor ők meg valahol esetlegesen arra felé. Location secured. Get ready, we move soon. Ja, jó, oké. Figyeld. Fuck me! Oh, bitch, please. Nagyon jól néz ki a játék. Nagyon ott van a szeren. Scavenger Pet visszajött, amit kifejezetten örülök neki. Ez egy nagyon-nagyon helyén van Pet. Hogy őszinte legyen. És nagyon régóta játszottam. Kóta. HQ active, move to secure. Hogy ne? Hogy? Persze, hogy kettő van ott. Egyiket lelövöd, már jön is a másik. Kíváncsiuk, hogy a konzolos hanyadik helyen áll. Enemy on the HQ, move in. Jó, én vagyok az első hír. Happy days. Erre felé hallom? Jó, hallom. Tehát így sokszor meg kell kérdeznem magamtól. Jól hallom, hogy merre felé lőnek? Vagy csak a félsüketségem. They have taken the HQ. Az ellenfel jobban áll, de nem csodálom. Dögölj meg! A FAMAS kicsit talán olyan, mint az MV2-es. Sokan mondják azt, hogy olyan, mint az MV2-es, de nem feltétlenül értek egyet ezzel. Nem tudom, valahogy más, de mégis olyan, nem tudom, hogy... nagyon ott van a szemem. Honnan lőtt az illető? Baszki. HQ secure. Get ready, move on. Annyira össze akarnék szedni egy csopper, nem merek bemenni a HQ-ra, mert tudom, hogy az ott instant halál. Ott egy... Ez New HQ established! Ezek időnek látszik. Fuck. Aha. Hopp, ott valaki. Láttátok ezt? Mi villantott föl? És ez, hogy így a hátuk mögé tudsz venni, mert a minimap nem jelzi, hogyha lősz, hogyha nincs radarjuk, az egyszerűen ott van a szeren, szóval a hangokra nagyon-nagyon kell figyelni. Most, hogy ugye eleinte nem volt, csak iránytű volt, minimap nem. Hozzáadták a minimapot szerintem. Bunny hoppot sokan alkalmazzák, tényleg úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon is visszajött. Nem tudok célozni. Respawn disabled, remek. Ezt... Nézem, hogy sokan arra felé vannak, szóval hogyha arra megkerülök. Enemy UAV overhead! Jó volt, jó volt, mindig esőben, nem baj. Nagyon! Hogy őszinte legyek, az első élmények pozitívak. Nagyon korrektnek játszik a játék. Hamarosan azért a...
Videó, többi videóban bele fogok menni. Több. Több részletbe. Baszki. Ah, hogy ne! Hogy ne! Szóval bele fogok menni több részletbe, technikai részletbe, hogy s mint. Azt hiszem nagyon megpróbálom szétszedni. Lehet, igyekszem benne megtalálni, meg akarom találni benne a hibát. Valahogy nehéz elhinni, hogy ennyire, ennyi év után élvezem ennyire a Call of Duty-t. Mert ez hihetetlen. Ez nagyon jó. Nagyon korrekt. Nagyon korrekt. Nagyon-nagyon korrekt. Akarok vele játszani többet. Tehát azt érzem, hogy akarok vele játszani többet. A Black Ops-oknál, mikor kijöttem az utóbbiak, nem éreztem ezt. Nem volt ennyire jó érzés játszani. Szóval... biztos, hogy innen fognak jönni. Látjátok, hogy nem is a nevés. Társim elfoglalja, elfoglalom ezt a helyet. Mert... hopp, pazar, igen. Jó, téged észrevettelek. Azt a kurva, megint meg van a túlzi száll, és persze, hogy meghalok, hogy utána, hogy ne holnék meg. Ah, ne legyen még igen. Akkor hívjuk rá. Meg lesz ez a csop, mert nem lesz. Please! Kettő nekem teljesen megfelel. Radar, behívjuk. Oh, a késelés, mindig visszarakták erre, igen. Az már egy jó pont. Mi a fasz? HQ is online, secure it! Enemy personal radar overhead! Ez alattunk van? Jó! Eddig a Call of Duty tök rendben van. Ez a pálya közepe nagyjából valami olyan hely, ahol nem szeretnék lenni. Eddig meg nagy elhelyezem. Ez nagyon jó az elemény. Hát ez mi? Mi ez a VHT? Lerohantuk az épületet, sem probléma. Azt hiszem hasznos a minimap. De gyakran hívjuk radar, tehát úgy nézem PC-n. Mondjuk, hogy néztem multiplayert konzolon. Annyiszor nem hívtak radar, de PC-n nagyon sok a radar. Így aztán abból a szempontból, hogy iránytűje van, vagy radar PC-n, azt hiszem mindegy. Tudom, hogy itt futott el az ember, láttam az ő. Na, és ezek PC játékosok, jó? Tehát itt most az elején PC-sek ellen vagyok, szóval. Beach, please! Hát ez kemény. Azért, igen. Securing the HQ. No comment. Még hozzá kell szokni, még hozzá kell szokni. Visszaestem, lehet foglalkozni az HQ-t időnként. Viszont igen, FAMAS-szal bejönni... Akúra. Azt a rohadás, ez mi volt? M4 fogadjunk, igen, M4. Állítólag az M4 nagyon OP. Majd várom, hogy ja, igen, na most le kell járni a HQ. Hát ja, eddig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon. Jó érzés lőni, a fegyvereknek tényleg olyan érzete van, súlya lenne nekik, a golyók hatnak, ütnek. A kicsit gyors a tánkipé, de azt hiszem nem zavar, hogy őszinte legyen. Hát mennyi kell még vele?
get to the next HQ. Szóval ez egyelőre, nagyon, korrekt. A camp is real. Enemy personal radar overhead. Okay. A FAMAS talán mégis olyan erős, mint az MB2-ben. Enemy UAV overhead. HQ active, move to secure. Enemy on the HQ, move in. Talán mégis annyira erős. Igen, azt hiszem ráfixálódtam egy camperre, nem mondjatok semmit. Megpróbáljuk kiűzni a gondolatunkból, hogy egy campert valaki. The enemy has captured the HQ. Ott volt az ember, akkor vajuk leütni? Most sonkor ott kempel, tehát ez a... Kics, please! Mi? Diffi, jó, oké. Hát azt hiszem 32, 32 töltem, nem rossz, wow. Erre csak ennyit tudok mondani, ezt a videót itt most abba adjuk. Hamarosan jönni fognak a jobb, a több, a elemzősebb videók, mit gondolok róla, hogyan érzem. De elsőre szerettem volna, hogyha látjátok a reakciómat, vagy nem tudom. Nagyon ott volt a szerem. Szóval, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!